A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora. Stúdiónk vendége Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, a lehetőséget, és természetesen külön köszöntöm a televízió kedves nézőit. Az elmúlt időszakban ugye megint rengeteg dolog történt, volt ugye közgyűlés, legutóbb talán a rendkívüli közgyűlés után beszélgettünk, és amikor erre a beszélgetésre készültem, akkor a délelőtt folyamán éppen megjelent egy bejegyzés is arról, hogy levelet írt a Magyar Postának. Azt hiszem, hogy ez az elmúlt napok egyik sokakat érdeklő kérdése, hogy mi történik itt Fehérváron a postákkal, és mit tud tenni a polgármester ilyenkor. Először is mi is szeretnénk hivatalosan megtudni, hogy mi történik, mert hogy az önkormányzat nem kapott a postától hivatalos formában értesítést. Mi is a sajtóból értesültünk ezekről a postahivatalokat érintő döntésekről. Úgyhogy a levél elsősorban arra irányul, hogy egyáltalán pontos információt kapjunk. Másodszorban szeretném egyértelműen megtudni, hogy akkor most ez egy átmeneti döntése a postahivatalok tekintetében. Nyilván ebben a mostani helyzetben az embernek megértőnek kell lenni, már csak azért is, hiszen önkormányzatként is hoztunk nehéz intézkedésekről döntéseket, hozott ilyeneket az állam, hoztak ilyeneket bankok, akár bankfiókokra tekintettel, de nem mindegy, hogy most egy átmeneti időszakról van szó, vagy adott esetben huzamosan erre kell felkészülnünk és berendezkednünk, úgyhogy várjuk a postától a hivatalos választ ezekre a kérdésekre, és két dolgot pedig felajánlottunk. Egyrészt, hogyha azt a magyar, illetve az Európai Unió szabályok lehetővé teszik, vagy amilyen formában lehetővé teszik, mi készek vagyunk tárgyalni egy esetleges rezsitámogatásról bizonyos postahivatalok működtetése tekintetében. Nem tudom, hogy erre van-e jogi lehetőség, korábban nem volt, pont az uniós szabályok okán, de ha van, akkor felajánlottuk a postának, hogy ezeket keressük meg, találjuk meg, és akkor nézzük meg, hogy bizonyos postahivataloknál jelenthet-e ez megoldást, hogy nyitva tudjanak maradni, ha nem is erre a téli időszakra, de újra tudjanak nyitni tavasszal ezek a postafiókok. Másodszorban azt is felajánlottuk és kértük, hogy azért vannak ma már nagyon modern lehetőségek arra, hogy a postai szolgáltatásokért ne kelljen bemenni egy postahivatalba. Ezeket az online lehetőségeket azonban el kell jutatni az emberekhez. Ez kell egy kis edukáció, kell egy kis segítség, egyfajta információ átadás, és ebben azért szerintem Fehérváron elég csak mondjuk a médiacentrumra gondolni, ugye megvannak azok a felületek, ahol ezt meg tudnánk tenni, és így tudnánk segíteni, akár egy átmeneti időszakban is az embereket, hogy ezeket a szolgáltatásokat így vegyék igénybe. Egyébként ez nem csak a postára igaz, hanem mondjuk önkormányzati közszolgáltató vállalatok csekkbefizetésére is. Vannak ma már olyan módszerek, amik online lehetőséget adnak az embereknek. Egyébként ezzel nagyon komoly költséget lehetne megtakarítani mondjuk egy Széphőnél, vagy egy Fehérvíznél, vagy egy Depóniánál is. Én elfogadom, hogy ez a postánál is igaz, de akkor segítsük az embereket hozzá információval ezeknek a megoldásoknak az eléréséhez. Úgyhogy kíváncsian várom majd a posta válaszát erre a levélre. Ilyen online, illetve edukációs megmozdulás már volt az önkormányzat részéről, hiszen a népszavazás, népszámlálásnál, elnézést, a népszámlálásnál is lehetett igénybe venni a polgármesteri hivatal a kollégák segítségét. Így van, mind ahogy egyébként akár a csekkbefizetésnek erre ezekre az új módszereire is felhívtuk korábban már a figyelmet, és hamarosan bízom benne, hogy talán még novemberben el fogjuk tudni kezdeni azt a fajta regisztrációt, ami majd a kedvezményes és ingyenes és takarékos lettcsere program keretében tudja a fehérvári magánszemélyeket ingyenesen hozzájuttatni korszerű LED technológiához, amivel a saját égőit otthon tudja cserélni. Ez majd például egy online felületen lesz elérhető, ott kell regisztrálni, és azt követően várhatóan valamikor februárban, márciusban fog megtörténni ezeknek a programoknak a fizikai átadására,
tehát akkor fogjuk tudni a lámpákat majd átadni. Tehát itt is kell majd egy online felületet használni, és ami miatt ezt idehozom, hogy itt is meg fogjuk szervezni, hogy akik esetleg kevésbé járatosak ebbe az online térbe, világba, azok se szoruljanak ki ebből a lehetőségből, hanem segítsük őket ahhoz, hogy képesek legyenek megszerezni azt a tudást, amivel regisztrálni tudnak, és ha regisztrálni tudnak, akkor hozzá fognak jutni ehhez a korszerű technológiához, még egyszer, amit például ott ingyenesen lehet majd elérni. Tehát mi azt látjuk, hogy van ezeknek a szolgáltatásoknak a tekintetében előrelépési lehetőség, de akkor segítsük hozzá az embereket ehhez. Ezt mi felajánlottuk egyébként nem csak a postának, hanem együtt dolgozunk például a Széphővel, Depóniával, Fehérvízzel egy ilyen program előkészítésén, és bízom benne, hogy ez sok embert el fog érni. Akkor egyébként ezeknek a szolgáltatásoknak és feladatoknak egy jelentős részét egy egyszerű okostelefonon keresztül el fogjuk tudni végezni a jövőben. Egyébként hogy látják, hogy mi a tapasztalat, hogyha megmutatjuk, tehát edukáljuk az embereket, akkor szívesen is nyúlnak már ehhez a lehetőséghez? Igen, és azt is érzékeljük, hogyha valaki ennek az ízét megérzi, megérti, hogy kell ezt használni, és elkezdi alkalmazni, akkor utána őt már nem kell meggyőzni, ő már nem fog visszatérni a hagyományos módszertarakhoz, mert egyébként sokkal egyszerűbb, sokkal gyorsabb, olcsóbb, tehát anyagilag is el lehet érni belőle egy megtakarítást, és nem kell érte sorba állni, nem kell érte sehova elautózni, gyalogolni, vagy autóbusz közlekedést igénybe venni, de értelemszerűen és érthető módon vannak, akik tartanak ettől a technológiától különböző okok miatt. Általában a fő ok, hogy nincs megfelelő ismeretanyaguk, vagy nincs megfelelő eszközük. Akkor viszont segíteni kell őket abban, hogy ők maguk is egyénileg, vagy családként előre tudjanak lépni. És hát arra kérni például a fiatalokat, hogy segítsék akár a saját nagyszüleiket, hogy hogyan kell ezeket az applikációkat letölteni, használni, és akkor lehet, hogy rá fogunk jönni arra, hogy ezek valóban sokkal olcsóbb, sokkal időtakarékosabb, egyszerűbb megoldások. De addig a pontig el kell jutni. Mi ezt a lehetőséget is felajánlottuk, hogy akkor csináljunk közös kampányokat, és ezt itt Fehérváron akkor juttassuk el minél több emberhez. Innen fogjuk folytatni. Megkérdeztük a fehérváriakat is, hogy milyen kérdést intéznének önhöz, illetve milyen véleményük van. Most jöjjön ebből egy csokorra való. A Murvás parkolónak a sorsa érdekelne, a Sütő utcában lakom, és mind esztétikailag, mind egyébként egészségügyileg is szerintem nagyon káros, olyan port kavarott nekünk, hogy egy időben eljártam a közgyűlésre, és ott mindig mondtak valamit, hogy épülni kezd valami. Az sem baj, ha nem csak tudjuk, hogy mi. Igazából ennyi. A belvárossal igazából annyi problémám lenne, hogy egy kicsikét sűrűbben lehetne takarítani. Átutazóba többször átmentünk, de csak autóval, vonattal, szóval a belvárosba sose jártam én. Illetve hát 2 hónappal ezelőtt a szenejemet is elhoztam körbenézni, de hát ugye most már ősz van, kisebb a forgalom, mint akkor még volt szeptember elején, de tetszik nekünk. Egy fejlődő város. Itt már most beszéltünk a polgármester helyettese, József utcában lakom, és keresik a József Attila szobornak a helyét, és valószínűleg pont a József Attila utca 95 fog megcsinálni. Mindenre meg vagyok elégedve. Nekem bejött ez a város, tehát nekem tetszik. A szűkebb környezetem is, ahol élek, ott is a képviselő úrról is elégedett vagyok, a helyi fejlesztésekkel is. Úgyhogy hát van egy ilyen rossz tulajdonságom, hogy elégedett vagyok. Nagyon szeretem Fehérvárt. Egy ideig laktam itt. Szeretek itt csavarogni, mivel hogy nem vagyok Fehérvári. Először is köszönet azoknak, akik pozitív dolgokat mondtak, és visszaigazolták, hogy talán mégiscsak helyes az az irány, ami fele tart a város. Tartunk közösségként, hiszen mindig el szoktam mondani, hogy ez egy csapatmunka, és az eredmények is ennek az összefogásnak sok esetben a pozitív következményei. Külön öröm, hogyha többen mondják, hogy eljönnek, megnéznék, aztán pedig visszatérnek ide, és hogy ők maguk is megállapítják, hogy fejlődő, úgyhogy ezért köszönet. Ami a konkrét felvetéseket illeti, a József Attila szobor esetében ugye egy felújítás, és utána pedig valóban egy új helyre helyezés történik meg. Szabó Bakos Marcsi képviselőtársam az, aki összefogja ezt a munkát részben a Városgondnokság segítségével is.
és a környéken élő lakók közül többen segítenek nekik ebben. Bízom benne, hogy szép környezetbe, méltó helyre fogjuk tudni elhelyezni. Nem messze ettől a helytől egyébként egy Rákóczi szobor került elhelyezésre. Közadakozásból került megvalósításra, igazi civil kezdeményezésként, és talán összességében körülbelül a harmada az, amit az önkormányzat finanszírozott, tehát nagyon jelentős az az összeg, amit a civilek tettek össze, és azt gondolom, nagyon szép kezdeményezés volt. Kialakítottuk ott körülötte, rendezve a parkot, a környezetet, és megújítva azt a teret, ahol szerintem szépen is mutat ez a szobor, Nagy Benedek szobrászművésznek az érdeme, aki azt hiszem, hogy nagyon szépet alkotott. Tehát fontosak ezek a kisebb, nagyobb terek, mondjuk a Vörösmarty térre is gondolhatnánk, hogy ezek adják meg azt az intimitást egy városon belül, hogy nem csak a város egésze, vagy nem csak a belváros, hanem egy-egy városrészi kis központ is kialakul, ahol jó sétán, jó találkozási pont, le lehet ülni, lehet beszélgetni, generációktól teljesen függetlenül, és kapunk is sok ilyen pozitív visszajelzést. Murvás parkoló. Az lehetne egy ilyen nagy közösségi tér, tehát fontos rögzítenünk, hogy hosszú-hosszú évek óta magántulajdonban van. Tehát nem az önkormányzat tud a beépítésről gondoskodni. A magántulajdonos fogja beépíteni akkor, amikor az anyagi lehetőségei lehetővé teszik ezt az óriási beruházást. Nem elfelejtve, hogy ez a beruházás ez nem csak a Murvás parkoló beépítését fogja eredményezni, több mint 1000 autó befogadására alkalmas parkolóház kiépítésével, hanem érinteni fogja az Abbal Pláza mostani épületének bővítését, emelet ráépítéssel és átalakítással együtt, és ráadásul ugye egy új vásárcsarnok is kialakításra fog kerülni. Ez mai összegek mellett, nyilván nem az önkormányzat lesz a beruházó, de biztos, hogy több 10 milliárd forintba fognak kerülni. Szerintem fontos, hogy ne csak elinduljon majd, hanem be is fejeződjön, de úgy látjuk, hogy egyébként a mostani tulajdonos mindent megtesz annak érdekében, hogy elindíthassa a beruházást. Ezt abból érzékeljük, hogy minden engedélyt beszerzett, tehát nem csak a tervek készültek el, hanem az engedélyek is rendelkezésre állnak. Úgy tudom, hogy talán most már az állami tervtanács jóváhagyása is, tehát én bízom benne, hogy akár 2023-ban már ott el fog tudni indulni egy kivitelezés. Azért egy másfél-két évre kell számítani, hiszen egy ekkora beruházás biztos legalább ennyi időt igénybe fog venni. Mindenkitől előre is türelmet, megértést kérek. A tulajdonostól pedig azt, hogy pont akár az ilyen felvetések miatt, és ezekből is látszik, hogy fontos lenne, hogy amikor van mit, akkor azt jelentse be, mondja el, mutassa be, mert akkor mindenki tudja, hogy mikor és mi fog tudni történni a Murvás parkolónak a beépítése során. Hát én annyit tudok hozzátenni a mi részünkről, hogy megpróbáljuk megkeresni a tulajdonost és választ kapni néhány kérdésre. Igen, és azt azért itt köszönjük meg neki, hogy hosszú-hosszú éven keresztül az elődjével együtt lehetővé tette azt, hogy a Murvás parkoló használható parkoló volt. Nem mondom, hogy tökéletes, mert ettől nagyon messze volt, de használható volt, és ingyen biztosította a területet az önkormányzat, az önkormányzaton keresztül pedig a fehérvári emberek, vagy a hozzánk látogató egyéb településekről érkező vendégeink számára. Azért a mai világban egy komoly hozzájárulás volt a város parkolási rendszeréhez, mind ahogy az is, hogy egy ekkora beruházás keretében olyan magas számú parkoló fog létrejönni, ami nem csak ezt a kereskedelmi központot fogja kiszolgálni, hanem szerintem a környéken élők számára, de akár a belvárosba érkezők számára is egy jó és komfortos parkolási lehetőséget fog biztosítani. Az biztos, de hogy említett, hogy ez egy másfél évre azért megtippelhető ez a beruházás, akkor majd azért azt is érzékelni fogják, akik most ott ingyenesen megállnak ezen a területen. Hogy ez mennyire tud hiányozni, ugye? Ez valóban így van, tehát ez nem lesz könnyű ebből a szempontból sem majd a logisztikáját összehozni, főleg úgy, hogy ugye ennek a beruházásnak keretében a piac területe, a pláza területe lesz, és a bevásárlóközpont része, és a szemközti oldalon, a Murvás parkolón pedig kialakul egy új vásárcsarnok. Ugye ez a költözés akkor fog megtörténni, ha először az új vásárcsarnok felépül. Tehát itt közben még egy működő bevásárlóközpontról lesz szó, szóval nem egyszerű. Egyébként az adásvételi szerződést a város megkötötte, és az első vételár részt, az előleget a leendő tulajdonos
azt ki is fizette. Ez is azt bizonyítja, hogy szeretnék megépíteni ezt a fajta kereskedelmi és szolgáltató épületbővítést, ami itt meg fog jelenni a Murvás parkolón. Egyébként teljesen igaza van a hölgynek, nem méltó Fehérvárhoz, tehát bízom benne, hogy az az építészeti érték, ami létre fogott jönni, az túl azon, hogy nyilván ez egy kereskedelmi és szolgáltatási szektort érintően is egy minőségi javulást okoz majd a városba. Emellett esztétikailag is sokkal rendezettebb lesz a mostani képnél. És talán ott fontos elmondanunk, hogy itt valószínűleg olyan kereskedő láncok is meg fognak jelenni, amelyek ma nem elérhetők Fehérváron. Ebből következően sokan emiatt mondjuk Budapestre vagy Győrbe járnak vásárolni. Fehérvárnak ez nem lehet érdeke. Nekünk az fontos, hogy az itt képződő vásárlóerőt, magyarul az embereknél lévő pénzügyi lehetőségeket az emberek itt költsék el Fehérváron, hiszen ez Fehérváron jelent munkahelyeket, és Fehérváron jelent a vállalkozások számára egy bevételi lehetőséget. Arról nem is beszélve, hogyha itt vásárol, hogy itt fog bemenni egy kávézóba, itt fog bemenni a színházba, vagy éppen a moziba. Tehát a kisebb, egyéb jellegű, de nagyon fontos szolgáltatásainkat, tűző vállalkozásokat is tudja ez a módszer segíteni, vagy ez a beruházás segíteni. Szintén sokan föltették nekünk is korábban a kérdést, aztán ugye ez a legutóbbi közgyűlésen eldőlt, hogy mi lesz az uszodával, és ott egy nagyon jó hírt lehetett megosztani, hiszen az idei esztendőben az biztos, hogy a Csitári uszoda nem fog bezárni, de nyilván gondolom, hogy azért ez nem az egyik pillanatról másikra ment ez a döntés. Ugye az intézkedések között meghoztuk azt a döntést is, hogy az uszodának a főépülete és nagymedencéje bezár október 31-től. Szerencsére az állammal folytatott sikeres egyeztetések nyomán sikerült elérnünk, hogy legalább december 31-ig nyitva marad, és a sátor zár be, és azért én titkon bízom abba, hogy ez a tél második fele és a tavaszi időszakra vonatkozóan is majd ugyanilyen sikeres tárgyalásokat fog eredményezni, de ezt ma meg nem tudom megígérni, csak azt, hogy tárgyalunk. Most december 31-ig tudtuk ezt megoldani, így az állam segítségével 80 millió forint bruttó, több mint 100 millió forintos támogatást fogunk kapni. Ezt tudtuk Varga Tamással közösen elérni a sportállamtitkárságnál. Annak érdekében, hogy az uszoda főépülete tudjon nyitva maradni. Ez azért fontos, mert az óvodai és az iskolai úszásoktatást az csak ebben a nagy épületben tudjuk megoldani, mert a sátras medence erre, és itt ott nincs gyerekmedence, nem alkalmas. Sok minden mást meg tudunk, és ki tudunk vele váltani, de ezt nem. Nagyon fontos azt is elmondanunk, hogy egy kicsi időt nyerünk, és ezt a munkát a Városgondnokság el is kezdte, hogy előkészítsük az uszoda felújításának a terveit, amik teljes felújítást jelentenének, és energiakorszerűsítést is magával hoznának. Viszont ez legalább egy éves munkát fog eredményezni, ennek egy részében biztos, hogy be kell zárnunk majd az uszoda épületét. Tehát az rossz lett volna, hogyha most bezárjuk mondjuk majdnem fél évre, utána megnyitjuk pár hónapra, aztán megint bezárjuk több mint egy évre, így ez nem lett volna jó senkinek, úgyhogy nagy öröm, hogy ezt el tudtuk érni. Ugye számos tárgyalást folytatunk Balla Györgyön keresztül is az állam különböző szereplőivel, hiszen ők lettek kijelölve, hogy az önkormányzatokkal tárgyaljanak. Uszoda ügyében sem csak Fehérvárra volt tárgyalás, mert azon az egyeztetésen, ahol én részt vettem, ott pont azt megelőzően Miskolc városa vett részt, ahol ugye baloldali városvezetés van, tehát fontosnak tartom, hogy ezek nem történhetnek pártpolitikai alapon, hanem igenis ahol lehet, ezt a fajta állami segítséget meg kell kapnunk. Itt most az uszodánál sikerült elérni, bízom benne, hogy más területen is ezt meg fogjuk tudni valósítani. A legnagyobb segítség azonban nekünk az lenne, a január 1 és április 15-e közötti érvényes távhődíj a jelenlegi távhődíjhez képest jóval alacsonyabb összegű lenne és jóval kedvezőbb. Ha ez sikerül elérni, az akár milliárdos nagyságrendű kiadás csökkenést is eredményezhet az önkormányzati intézmény szektorban, ami azt jelenthetné, hogy egyéb intézkedéseket is át tudnánk esetleg gondolni. Lehet erre esély, hogy látja? Nyilván nem jós, de... Hát nehéz ezt megmondani, mostani adataink kedvezőek, ugye ezeken a tárgyalásokon azt kértük Balla Györgytől is, hogy ezek az energiahivatali eljárások induljanak el, ezt meghallgatták, hiszen elindult ez az eljárás, ez egy 20 napos ármegállapító döntéssorozat, ennek most már körülbelül egy harmada eltelt, tehát és még mindig alacsonyan vannak az árak, úgyhogy kezdünk bizakodni, de majd körülbelül december elejére fogunk pontos árakat látni. Azt azonban kérem, hogy fogadja el mindenki, hogy nekünk addig minden döntést úgy kell meghozni,
hogy a legkedvezőtlenebb forgatókönyvekkel, áramnál, gáznál, akár távfődíjnél számolnunk, hiszen a várost nem hozhatjuk pénzügyi szempontból ellehetetlenítő helyzetbe. Ez azt jelenti, hogy még további intézkedéseket kell hoznunk az egyensúly megőrzése érdekében. Ez érinteni fogja valamilyen szinten a menetrendet, érinteni fogja az építményadót, ott ugye egy korábban eldöntött emelést fogunk most módosítani, és 2023. január 1-től hatályba léptetni, és bizonyos díjak esetében ez a díjak egy részét fogja csak jelenteni, bizonyos emeléseket is el kell, hogy döntse majd a novemberi közgyűlés, például a közétkeztetést, ahol kimondtuk, hogy idén nem emelünk díjat, de várhatóan 23-ban legalább az infláció követő mértékben ezeket meg kell tennünk, hogy finanszírozhatók maradjanak ezek a fajta szolgáltatások. Ha ehhez képest tavasszal javulnak a pénzügyi pozíciók, akkor értelemszerűen ezeket a döntéseket is át lehet majd gondolni. Vagy hát akkor ezeket újra is lehet gondolni. Igen, vagy tartalékokat lehet képezni akár a következő téli időszakra, és egyáltalán a város működőképességét, a folyamatban lévő fejlesztéseknek a folytatását pénzügyi szempontból kell tudni garantálni, és kell tudni a pénzügyi hátterét ezeknek biztosítani. Érdekes, hogy említette a következő téli időszakot, amikor így ismeretségi körben beszélgetünk, akkor sokat megvan az az aggodalom, hogy akkor innentől kezdve minden évben erre kell készülni ön szerint? Hát ugye először is ez egy részben globális probléma, tehát sajnos Fehérvár ebben kiszolgáltatott, hiszen nem mi döntjük el az energiahordozók árát a világban, és erre viszonylag kevés ráhatásunk van, mi elszenvedjük ezeket a hatásokat. Mellette azért lokálisan vannak olyan fejlesztések, amiket ha meglépünk, akkor a város kiszolgáltatottságát azért tudjuk csökkenteni. Ilyenre készül ugye a közvilágításnál egy beruházás, fejlesztés, amit a városgondnokságon keresztül szeretnénk lebonyolítani. Talán legközelebb már, ha jövök a műsorba, akkor tudunk erről konkrétumok mentén is beszélni. Ilyen egy uszoda felújítás adott esetben, ilyen egy naperőműparknak a kiépítése, ami szintén előkészítés alatt van, de újabb és újabb intézményeken fogjuk a napelemeket elhelyezni, ezáltal csökkenteni a rezsiköltségeket. És hát persze nagy kérdés lesz majd, hogy tudjuk elérni, hogy a távfő mögött ne, vagy ne csak gáz legyen a jövőben, hogy erre milyen lehetőségek vannak Fehérváron. De ezek időigényes fejlesztések és pénzigényes fejlesztések. Azt sem zárom azonban ki, hogy ilyen típusú beruházásokra akár talán hitelt is érdemes lesz bizonyos szintig fölvenni, hiszen valahol például a közvilágítás egészen biztos, hogy ilyen, hogyha egy halasztott fizetési konstrukcióval tudjuk megfinanszírozni, akkor megvalósul a beruházás, és pár év költség megtakarításából ez vissza is lesz fizethető, és onnantól kezdve a közösségnek csak kiadás csökkentést fog eredményezni. Magyarul az a forrás, amit erre költenénk, azt másra fogjuk tudni költeni. De tegyük azért azt hozzá, és húzzuk alá, hogy ebben a kérdésben is, de természetesen leginkább emberiességi szempontokból az lenne a fontos, hogy minél hamarabb béke legyen. A béke pedig tűzszünettel és béketárgyalásokkal indulhat meg. És szerintem azon kellene dolgozni a világnak, Európának, hogy minél hamarabb ezek a béketárgyalások Oroszország és Ukrajna, Oroszország és esetleg a világ más nagyhatalmai között elinduljanak, mert ezek tudnák egy kicsit a világot megnyugtatni, és ezáltal kiszámíthatóbbá tenni ezeket a világpiaci folyamatokat. De azért szeretném hangsúlyozni, hogy én nem hiszek abba, hogyha most holnap kitör a béke, akkor hirtelen minden visszatér oda, ahol a háború előtt volt. Szerintem ennél a világ bonyolultabb folyamatokat él meg. Tehát a városnak akkor is föl kell készülni ezekre a lépésekre, ha esetleg a mainál még kedvezőbb árakat tudnánk elérni áram, gáz, távfő tekintetében is, akkor sem lehet azt mondani, hogy nincs teendőnk. Tehát azt lehet mondani, mert jogos, hogy senki nem számíthatott ilyen gyors és ilyen drasztikus energiaár emelkedésre. De legközelebb ezt már nem mondhatjuk el, tehát ilyen is föl kell készíteni a város. A jövő tél még szerintem nehéz lesz, hiszen hogyha egységből jön a gáz, akkor nem lehet annyi gáztározót olyan mértékben arányban feltölteni, mint amikor több helyről is érkezett, tehát ezeket meg kell vizsgálni, de mindent meg kell tenni, hogy ez a fajta függőség ez folyamatosan csökkenni tudjon. Innen fogjuk folytatni, jöjjenek a fehérváriak kérdései. Nem tudjuk a fűtéssel kapcsolatban most mi a helyzet, hogy mennyit fogunk fűtetni, ezt még nem tudjuk. De különben én meg vagyok elégedve vele, nagyon aranyos, tök aranyos. Nagyon sokat fejlődött a város.
Facebookon szoktam olvasni inkább a polgármesterrel kapcsolatos dolgokat. Most például, hogy elérte azt, hogy az uszodát mégse zárják be, hogy december 31-ig sikerült ezt. Egyébként ritkán járok, ha valami rendezvény van így a városközpontban, akkor... Nagyon-nagyon meg vagyunk elégedve vele. Én személy szerint nagyon fejlődik a város, egész eddig foglalkozik az emberek problémáival, attól függetlenül, hogy pártállástól függetlenül. Ez nagyon nagy dolog, a pesti buszjáratok nagy részét sikerült visszaállítani például. Brákhegyen lakok, és ugye ott már egyszer megszűnt a köfénposta, akkor most megszűnik a másik, a Késmárki, a Budai út. Hát, kicsit rossz az így. Nem tudom, hogy mi lesz a vége. Normálisan működő város. És szeretünk itt lakni. Most már 50 éve, vagy még több. Ezt elszúrták, ezt elismerte, de lenne egy véleményem hozzá. Nagyon sokat kaptak itt a kiskereskedés, villanyszerelők, minden. Mi lenne, ha összefognának a villanyszerelők, ezt összedobnának, hogy meg tudnák csinálni? Mi lenne erről a véleményük? Mert ez itt áll, nem is működik. Nem igaz, hogy ennyi ember okos ember nincs, hogy nem tudná megcsinálni, legalább akkor, hogy kaptak segítséget is, összedobnának egy kis lóvét maguk között, ezt azt mondanák, hogy csinálunk ennek a városnak valamit, mert adott neki a polgármester azért egy kis kedvedményt, nem? Na hát van, akit kezdeményező fehérváriak hát, is. Nagyon szépen köszönöm. Azért is köszönöm ezt a kezdeményezést, mert hogy most ezt konkrétan, ezt a problémát meg lehet oldani, vagy nem így, az egy másik kérdés, de szinte valójában a városfejlesztés lényege benne volt. Tehát ha összefogunk, mert hogy ez a mi otthonunk, ahogy más fogalmazott, ahol szeretünk élni, és teszünk érte, akkor könnyebb a problémákat is megoldani. Az Inda esetében elismertük, hogy ez nem volt egy jó tervezői megoldás, tehát az biztos, hogy cserélni kell. Ugye most már nincs fenntartási kötelezettségünk, az önkormányzatnak van lehetősége, hogy egy új műszaki megoldást találjon. Ezt keressük, és bízom benne, hogy meg is fogjuk tudni találni. De még egyszer az összefogás, mint kezdeményezést, azt nagyon szépen köszönöm. A posta esetében mi is beszéltünk róla, és nagyon jól összefoglalta a hölgy, hogy ugye pont ez a probléma, amikor ugye a köfénposta, vagy hát az Zombolina posta megszűnt, akkor az volt a postának az indoka, hogy nem olyan messze az Öreghegyen, illetve nem olyan messze a Budain lehet postai szolgáltatáshoz hozzányújtni. A Budai úton át tudtuk költöztetni a postát egy kisebb helyiségből egy nagyobb helyiségbe, ebbe az önkormányzat is minden segítséget megadott. Most ehhez képest ez a két postahivatal bezár, akkor egyszerűen a belváros és a belváros környéki postahivatalok lesznek szerintem túl zsúfoltak. Úgyhogy amit a hölgy felvetett, azt szeretném én is az egyeztetéseken felvetni, hogy ez így biztos, hogy nem jó megoldás. Még egyszer, teljesen más a helyzet szerintem a téli időszakra, és más a téli időszakot követően. Tehát most bizony el kell fogadnunk, hogy ilyen nehéz intézkedésekre is lehet, hogy szükség van. Nem biztos, hogy ennyi helyen szükség lett volna, ezt én nem tudom megítélni, de én azt tapasztalom a visszajelzésekből, hogy ezt az emberek zöme elfogadja, csak bizonytalan, hogy mi lesz utána, ez meddig tart, és melyik postahivatalokat fogja a posta újra nyitni. Tehát ezért fontos, hogy ezeket meg tudjuk valósítani. Azt külön szeretném hangsúlyozni, amit az egyik hölgy mondott, hogy pártállástól függetlenül. Szerintem ez a kulcs egy jól működő önkormányzatnak és egy jól működő városnak. Itt mi pártállástól függetlenül sokan élünk ebben a városban. Ez a mi közös otthonunk, és én hiszek abban, hogy vannak olyan ügyek, amelyek abszolút fontosabbak, mint a pártállásunk, mégpedig úgy, hogy a közös otthonunk tudjon fejlődni. Úgyhogy ha ebben tudunk közösen előrelépni, akkor én bízom benne, hogy függetlenül a világ nagy kérdéseiről mindenki ugyanúgy gondolkodik-e, aztán nem is lenne jó, ha mindenki ugyanúgy gondolkodna, de a helyi közügyekről gondolkodjunk hasonlóképpen, és mindenki saját őrhelyén tegye meg azt,
ami fontos, hogy csapatként, városként fejlődni tudjuk. Nyilván a legnagyobb feladat és felelősség ebben a polgármesteré, ezt ezelőre nem szoktam elszaladni, nem is szeretnék, de csapatban mindig könnyebb ezt megvalósítani, és hogyha ez a törekvés látszik, érződik a városon, vagy akár az én munkámon, akkor az nagyon-nagyon fontos visszajelzés az én számomra is. És talán az első hölgynek volt még egy felvetése, a fűtéssel kapcsolatban. Nem tudom, hogy pontosan melyik mire gondolt. Ugye, ha távfűtéses lakásban él, akkor ott nincs kérdés, hiszen ott bejelentette a kormány, hogy a távfődíjak a magánszemélyek felé nem fognak változni ebben a fűtési időszakban sem. Ez azt hiszem egy óriási segítség látva, hogy egyébként a távfődíj szint az mennyivel magas lett, de ezt szerencsére az állam kifizeti, egyébként kifizeti az önkormányzatoknak és az önkormányzati vállalatoknak is. Tehát az itteni távhő költségnek minden 80%-át azt a magyar állam finanszírozza támogatásként Fehérvárnak, illetve a Széphőnek. Szeretném hozzátenni, hogy ez minden nagyvárosban így van, ahol távhőszolgáltatás van, és ahol gáz van ennek a hátterében. Úgyhogy azt gondolom, ez mindenképpen fontos. Ha pedig ugye családi házban, vagy kisebb önálló fűtési rendszerrel rendelkező társasházban él a hölgy, akkor talán most már megkapja az első számlákat. Ugye itt indított az önkormányzat egy rezsitámogatási rendszert, az továbbra is él, és élni fog a jövő év első időszakában is. Tehát aki ott azoknak a feltételeknek megfelel, az nyugodtan jöjjön, és meg fogja kapni a támogatást az önkormányzattól. A város honlapján elérhető egyébként ez a támogatási szisztéma. Ha pedig van kérdés, akár nyugodtan én is megkereshető vagyok. És hát tényleg csak azt kívánom, hogy ebben az összefogásban és ebben a hangulatban tudjuk ezt a nehéz időszakot is átvészelni, és a városunkat pedig fejleszteni, működtetni. Hogyha már a rezsitámogatást említett, akkor Magyarországon ez mindenkinek jár. Nem egyszeri alkalommal, nem csak egy hónapra vonatkozik, hanem folyamatosan. És ugye hosszú-hosszú évek óta, ugye a hatósági ár az már nagyon sok szolgáltatásnál nem fedezi a valódi költségeket, és a kettő közötti különbözetnek nagy részét az állam finanszírozta akár a távfőnél, akár a melegvíznél, akár mondjuk a hulladékszállításnál, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos. És igen, ez még most is így van, hogy a drasztikusan megemelkedő áraknak a döntő részét az állami költségvetés finanszírozza és biztosítja, amiből az is következik, hogy ez egy óriási teher az állami költségvetés számára, ami miatt el kell fogadnunk, hogy bizonyos egyéb területekre pedig ezekben a hetekben, hónapokban kicsit kevesebb jut. Itt mindig csak azt kérem az állami szervektől, hogy közben viszont egyeztessünk minket érintő kérdésekről. Tehát nyilván mi is látjuk a helyzetet, mi is föl tudjuk azt mérni, de tudjunk. Tehát ne a sajtóból értesüljünk mondjuk a postahivatalainkat érintő döntésekről, hanem kapjunk róla tájékoztatást, ha van lehetőség, akkor tárgyaljunk, ha van lehetőség, hogy esetleg az önkormányzat egy kiegészítő támogatásával tudjuk biztosítani, akkor ez lehet, hogy a maroshegyieknek, a szárazrétieknek, az öreghegyieknek egy jelentős kedvezményt tudna adni. Nem tudjuk, hogy minden esetben van erre lehetőség, hiszen az Európai Uniós szabályokat is be kell tartani, de ha nem tárgyalunk róla, akkor ez ki sem derülhet. Úgyhogy én bízom benne, hogy például a postával is le fogunk tudni ülni, és meglátjuk, hogy jutunk-e valamire, nyilván tájékoztatni fogjuk az itt élőket róla. Összességében még így műsorunk végén, ugye nyilván most már az intézkedéseket, az önkormányzati intézkedéseket említette, ugye, amit az energia tartalékosság szempontjából fontos volt meghozni, volt egy csomó felkészülést, amit ugye a hivatal szakemberei meg az intézmények elvégeztek, és hát most már egy csomó helyen ezek mentén zajlik a működés. Mik voltak az első visszajelzések, polgármester úr? Hát nyilván senki nem örül ennek a helyzetnek. Azt kérem a nézőktől, hogy higgyék, hogy legkevésbé a polgármester, mert ebből a ciklusban már kijutott a idézőbe jóból, tehát már lassan az egész önkormányzati ciklus nem más, mint egy válságmenedzsment. 2019 ősze óta dolgozik ugye ez a mostani testület együtt, és hát 2020 februárja óta pandémia, aztán most ugye a háború, menekültek elhelyezésében való segítségnyújtás, szolidaritás jegyében, aztán most a társadalmi gazdasági következmények, energiaszektort érintő drasztikus változások. De hát most már úgy látszik, hogy ezek az évek erről szólnak, ezt kell megoldani.
De ezért nagyon nagy öröm, hogy még mindig át tudunk adni egy Vörösmarty teret, Balatoni út szervizútját, hogy elindul a Móri út felújítása, és azért sorolhatnánk kisebb-nagyobb fejlesztéseket a városba, és én azt látom, érzékelem, hogy az emberek ezt észreveszik, és ezt értékelik. És lehet, hogy megfogalmaznak kritikát, de a kritika jelentős része is építő jellegű, vagy egyébként teljesen jogos felvetés vagy kérdés, hogy miért így, miért úgy, és hogyha elmondjuk a pontos adatokat, információkat átadjuk, akkor nagyon sokszor a visszajelzés, hogy megértették, elfogadták, nem örülnek neki, de elfogadják, hogy most ezt a helyzetet meg kell oldani, és abban viszont úgy érzem, hogy nincs vita, hogy az óvodáknak, a bölcsödéknek, az iskoláknak, a háziorvosi rendelőknek, a szociális intézményeknek, ezeknek egyszer működniük kell a városban, még ezek mellett a rezsiköltségek mellett is, és hogy erre kell most fókuszálnunk, de az én titkon arra számítok, hogy fogunk tudni majd egy kedvezőbb távfődíjnél a jövő év első időszakában esetleg ezeken az intézkedéseken még majd változtatni, de ehhez még novemberben is további döntésekre lesz szükség, és meg kell várni a távfődíjaknak a pontos alakulását. Azzal tudunk sok mindent újra számolni. Én azt az ígéretet tudom megtenni fehérváriak irányába, hogy talán elsők között tájékoztattam a Fehérváron élőket az országban is, hogy alakul az energiaköltségszint, ezt már nyáron megtettem. Ugyanúgy természetesen minden fontos változásról is tájékoztatni fogom önöket, mert ezt sokan visszaigazolják, hogy ez a fajta őszintesség, ez hitelességet is jelent, és ez nehéz körülmények között talán még inkább fontos, mint amikor olyan csak könnyen mennek a dolgok. Azért remélem, hogy majd egyszer visszajutunk oda, hogy újra egy kicsit könnyebben mennek a dolgok. Köszönöm szépen, szerintem ebben mindannyian bízunk. Szerintem ez is egy olyan közös kérdés, amiben egyet tudunk érteni. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek köszönöm a figyelmüket, köztérre legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.